B-Save. A közlekedés biztonság veled kezdődik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy vezetés közben ugye a forgalomra és az útra figyeljünk. Sajnos ebbe az évben már nagyon-nagyon sok olyan balesetünk volt, ami figyelmetlenségből adódott. Ebből volt súlyos, kevésbé súlyos, sokszor álló forgalmat nem vettek észre. Milyen jó tanácsokat tudunk még adni? Az a jó tanácsom, hogyha autót vezetünk, akkor avval kéne foglalkozni, és nem minden mással autóvezetés közben, mert ebből óriás grimbuszok vannak. Tehát nem lehet elhinni, hogy majd ezek az autóba beszerelt vezetés segítő asszisztenciák majd megoldják helyettünk a dolgokat, mert ez hülyeség. Ez nagyon jól jön az autógyártóknak, mert egy viszonylag alacsony előállítási költségű cuccot jó drágán el lehet adni, remek marketing fogás, de nem helyettesíti a sofőrt. Ez az egyetlen, hogy oda kell figyelni. Most ugye eljátszottunk a gondolattal, meg eljátszottunk a témával, ott ültél mellettem, hogy a telefonomat ránéztem egy SMS-re, ami jött, hogy mi történik. A profi kollégám előttem haladt, elkapta a kormányt, én mire fölnéztem, ott állt egy ekkora hungarocell bála előttünk, ami lehetett volna egy ember. Egy kamion például. Nem, vagy egy ember. Igen. Mert őszintén mondom, tehát aki ennyire nem figyel, tehát és minden más csinál autóvezetés közben, tehát az érdekel legkevésbé, hogyha belemegy egy kamionba. De ott lehet ember, lehet bármi más, és most tényleg őszintén mindenki tegye a szívére a kezét. Hogyha kibírja azt, hogy rommá töri az autóját, tehát az nem zavarja, az se fogja zavarni, hogyha mondjuk azért, mert ő egy marha fontos SMS-t elolvasott, emiatt mondjuk elüt valakit. Avval hogy fog elszámolni egyébként a lelkiismeretével úgy élete végéig? Jó, ez így az összenet, tehát hogy az a lényeg, hogy oda kell figyelni, mert lehet látni, hogy egy oldalt eltekintek, fölnézek, autópályás tempónál óriás grimbusz van tőle. Szeretnénk mindenkit megkérni arra, hogy amikor vezet, tényleg csak a vezetéssel foglalkozzon, és ne úgy, mint az a sofőr, aki csak lehajolt egy vízért, és ennek köszönhetően most a forgatás időpontjához méltán 5 hete kórházban van intenzív osztályon egy kollégánk. Mm-hmm.